engedjék meg, hogy felkérjem Leidinger István polgármester urat, hogy egy kis köszöntővel nyissa meg ezt az idei adventi időszakot. Köszönöm szépen, kedves pomáziak! Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk az advent első vasárnapján. Igazából úgy gondolkodtam, hogy milyen ünnep is lesz most, húsvét? Legalábbis a ma délután nekem úgy tűnt, mintha nem is a karácsony fele mennénk, hanem kezd kitavaszodni. A mai adventi első gyertyagyújtásra új helyszínen jöttünk össze. Egy olyan koncepciót raktunk össze, hogy itt a művelődési ház biztonságában itt tartjuk meg minden vasárnap az adventi rendezvényünket. Itt lesz a adventi koszorú, a gyertya, és a műsor után átsétálhatunk ezen a kis folyosón, földíszített folyosón a jégpályához. Megnyitjuk a jégpályát, átadjuk azt is a fiataloknak, hogy sportoljanak, játszanak, érezzék jól magukat. Advent a várakozás. Kívánok mindenkinek nagyon boldog várakozást. Köszönöm szépen. Kedves testvéreim, magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rakant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömünket a földön keresik, az, aki hisznek is, az, aki is nem. Keresünk a boldogság, az öröm. Hát ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít az Úr ígéretének remény sugara, mint ezt a gyertya világít a sötétségben, mint ez a négy gyertyák. Könyörögünk. Istenünk, te teremtettél minden, mert te vagy a szeretet is az élet forrása. Te fiadban világosságod, az életet adsz nekünk, és szent lelkedel megvilágosítatod szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadunk nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, ami üdvözítünket. Áld meg ezt az adventi koszorút, hogy mint a remény jele is az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, és add, hogy a napokban növekedjünk a te kegyelmedben. Te világosokként küldted fiadat a világra, áld meg ezeket a gyertyákat. Advent napjai emlékeztessen minket Jézus Krisztusra, aki minden ember meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnapként új gyertyát gyűjtünk, újabb erővel növekedik bennünk Krisztus iránti szeretettünk. Készíts elő szívünket születésének megünneplésére, és add, hogy ekkor szélről szélre láthassuk fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el. Veled is uralkodik a szent lélek elegségben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Istenünk igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 40. Zsoltárból. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Amen. Amikor összegyűlünk és meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit, akkor az Úr érkezésére várakozunk mi mindannyian. A zsoltáros és az imádkozó is ezt mondja, várva vártam. Milyen szép várakozásokkal van tele az életünk, és mennyire fájdalmas várakozásaink vannak. Milyen szép várakozás, amikor valaki a szíve alatt hordja a gyermekét, és várja, hogy megszülessen. Milyen szép várakozás, amikor a gyermekeknek tele van izgalommal a szíve azért, hogy amikor majd eljön Szenteste, akkor
akkor angyal járást halljanak és lássanak. És milyen fájdalmas azoknak a várakozásoknak a percei, amikor az óra ütése ránehezedik az életünkre. Amikor látjuk valakinek a betegségét, az agóniáját, amikor látjuk azt, hogy a szomszédunkban háború dúl, és várjuk, türelmetlenül várjuk a békét. A zsoltáros ebben az adventben arra hív bennünket, hogy várjuk az Urat, mi mindannyian. Ne csak úgy várakozással legyen tele a szívünk, hanem várjuk őt, és ebben a várakozásban fakadjon fel a szívünk, fakadjon ki a lelkünk az élő Isten előtt, hogy felkészültek legyünk arra a pillanatra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenik. Mert ahogyan Péter atya mondta, imádságában utalt is rá, Jézus megszületése az egyszerre előttünk és egyszerre mögöttünk van. Mögöttünk, mert visszavonhatatlan ténye az Istennek és a történelemnek, hogy Jézus megszületett, és újra előttünk, mert várjuk azt, hogy ezzel a gyermekkel, az Isten fiával személyesen is találkozzunk. Várva vártam az Urat. Ezzel a zsoltáros igével kívánunk áldott adventi ünnepeket. Keleti hagyományoknak megfelelően szentelt vízzel hintjük meg az adventi koszorút. A szentelt vízzel, amelynek több funkciója van. A víz egyrészt életet ad, amikor szomjunkat pohár vízzel oltjuk, átéljük ennek a jelentőségét. De a vizet használjuk arra is, hogy megmosakodjunk, megtisztuljunk. Jézus születésére várva, ennek a várakozásnak szerves feladata megtisztulás. Hogy valóban tiszta lélekkel állhassunk oda a megtestesült szeretet elé. És egyben a szentelt víz az Isten áldásának is a jelképe. Elengedhetetlen a mi készületünkben, a mi várakozásunkban az Isten áldását hordozni. Mert akkor lesz teljes, akkor fogja valóban elérni a célját a mi készületünk, ha Isten áldásával, Isten kegyelmével együtt működve éljük meg ezt az időszakot is. Most az áldó formulához, illetve a szentelt vízzel való meghintéshez, koszorúhoz fogunk menni. És megszenteltetik ebbe adventi koszorú, Szentlélek malasztja a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Áldott készületet kívánunk kedves mindnyájuknak. Fogadják nagy szeretettel Baby Gabit! Új karácsonyi dal következik, ami ma került fel a YouTube-ra, úgyhogy nézzétek majd meg, a Darinka meg is osztotta. Ezzel promotáltam, hogy itt vagyok ma veletek, és nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. Úgyhogy fogadjátok szeretettel az új karácsonyi dalt. Karácsony hajnal! Ez egy kis vidám dal! Szemem, szinte látom már. Remény, a
Hogy tudjátok-e, hogy tavaly jelent meg a 10. szóló lemezem Főnix címmel. Köszönöm szépen a tapsot! És ezen, nem ezen a lemezen, hanem a 6. lemezemen, az Elmondhatom című lemezen volt egy nagyon szép karácsonyi dal. Ha valaki ismer, akkor tudja, hogy nagyon szerettem régen a Hungáriát is, és a Szűcs Juditot is. És a Szűcs Juditnak volt a Szeverevet Levet című lemezén ez a szám, amit én nagyon szerettem, úgyhogy fogadjátok. Ez egy kicsit megint csak szomorkás, lassabb, de hát ilyen is kell egy adventi műsorban. Itt a karácsony. Rajzolunk
itt a karácsony már. Az ablakban tíz gyertya áll. Ez lesz a jel, hogy várok rá. Ha villamos is azért ördögök, mert nem volunk, hogy tehetünk.
How confetti to start?
Thank you.